Kiváló eredménnyel zárja az évet a megyei diáksport. Összesen 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a szabolcsi diákok. A múlt héten az ünnepélyes gálán átvehették az elismeréseket. A rendezvényen elhangzott az is, az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztései lehetővé tették, hogy még több tanuló sportolhasson a megyében. A foci, a kosár és a kézilabda a legnépszerűbb sportág a diákok körében, de egyre többen választják az úszást is versenyszerű sportolás céljából. Ez derült ki a megyeházán tartott jó tanuló, jó sportoló díjátadó ünnepségen. A különböző sportágak országos döntőin kiválóan szerepeltek megyénk diákjai. Összesen 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzérmet gyűjtöttek a szabolcsi diákok ebben a tanévben. 10 éve úszok, és nagyon fontos számomra a sport, mert ugye nem csak az egészségemet őrzöm meg vele, hanem nekem ez egy ilyen feszültséglevezetés, hogy a sok tanulás, a stressz, és hogyha én naponta, heti 7 edzésem van, meg még külön más sportok, foci meg kézi, de az csak heti 2 meg ilyenek, de hogy a stresszt le tudom vezetni az úszással, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem, nem beszélve arról, hogy ugye pozitív eredményeket el tudok élni, és akkor egyre jobban szeretem ilyenkor az úszást. Zsolt nemrég országos úszóversenyen 3. helyezett lett, kitűnő tanuló. Nem ő az egyetlen sportoló diák a megyében, akinek akár komoly sportkarriert is jósolnak. A sportszervezetek és az önkormányzatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kedvenc sportjukat. Nyíregyházán a Continental Arena újult meg, a nyíregyházi jégpálya építése 70%-nál tart, és hamarosan egy 2,5 milliárd forintos atlétikai centrum is épül, hangzott el a rendezvényen. Az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztései lehetővé tették megyeszerte, hogy a diákok is aktívabban sportolhassanak. Tudományos kutatások is bizonyítják, hogy a rendszeres mozgás nagyon pozitívan hat a tanulási teljesítményekre is. Ezért a Magyar Diáksport Szövetség stratégiai igazgatója mindenkit arra bíztatott, hogy minél korábban próbálja ki magát akár több sportágban is. Azt gondolom, hogy a mai nap is kiváló példája annak, hogy olyan sikeres, jó tanuló és jó sportoló diákokat tudunk díjazni, akik egyéni és csapatsportágban is megmérették magukat. És hát például van, felkészítettek a kollégáim olyan gimnáziumi csapat is most itt a díjazottak között, akik országos döntőt nyertek 5.-6. korcsoportban, röplabda sportágban, és azért azt a lehetőséget is megnyitja számukra, hogy például jövőre a Nemzetközi Iskola Sportszövetség világbajnokságán mérettessék meg magukat. Baracsi Endre, a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Először is gratulálok az eredményekhez. Az első kérdésem mindjárt az lenne, hogy mi az, amit igazán nagy eredménynek könyvel el az Egyesület? Az érmeket, az élsportolók érmeit, vagy pedig a szabadidő során mozgásba bevont fiatalok számát? Hát mi abszolút a számra vagyunk büszkébbek. Bár nehéz ketté választani ezt a két dolgot, vagy külön választani ezt a két dolgot, de azért, hogyha csak annyit mondok, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 11 000, több mint 11 000 gyereket tudunk megmozgatni a diáksport területén évente, akkor azt hiszem, hogy az egy egész magas szám, úgyhogy erre azért külön büszkének kell lenni. Mi az, amit az élsport, a diáksport tud tenni azért, hogy egyre több diákot bevonjanak a mozgásban? Hát több terület van, ahol tudunk segíteni, és igyekszünk is segíteni természetesen azon, hogy minél többen tudjanak sportolni, és minél többen találják meg azt a lehetőséget, legyen olyan sportág, amelyet ők ki szeretnének próbálni. Egyrészt nagyon fontosak az infrastruktúrális fejlesztések, amelyek hál' Istennek egész jó úton haladnak, hiszen hogyha Nyíregyháza városra gondolunk, vagy hogyha olyan megyei városokra, mint Máté Szalka, Kisvárda vagy Vásárosnamény, itt mindenhol nagyon sok fejlesztés van, és nagyon sok fejlesztés valósul meg, most például Csengerbe és Tanuszoda került átadásra. És ezek a fejlesztések, ezek mind-mind ahhoz járulnak hozzá, hogy a lehetőség mindenképpen mindenkinek adott legyen. Legyen az akár olyan sportoló, vagy sportolni akaró diák, akinek komoly tervei vannak a sporttal, vagy legyen az olyan sportolni akaró diák, aki valóban csak az egészséges életmód miatt szeretné sportolással tölteni a szabad idejét. És ez egy nagyon fontos feladat számunkra is, hogy a lehetőség biztosítva legyen arra, hogy valóban a szabadidő eltöltése az ilyen szempontból hasznos legyen. Emellett
Emellett pedig természetesen nagyon fontos az is, hogy a diákok számára azért meglegyen az a lehetőség is, hogy ők meg tudják mutatni magukat, és ehhez pedig nekünk az együttműködési megállapodásainkon keresztül, amelyek meg vannak kötve már a megyei önkormányzattal, Nyíregyháza megyei jogú várossal, média szolgáltatókkal, mind-mind arra igyekszünk hangsúlyt fektetni, hogy valóban meglegyen az a visszajelzés is a diákok felé, láthassák magukat tévében, sajtóban, mert azért ez fontos, tehát hogyha valaki versenyez, akkor örül annak, hogyha a neve valahol szerepel, és erre mindenképpen szeretnénk hangsúlyt fektetni már most is, és a jövőben pedig ebbe is szeretnénk természetesen előre lépni, hogy mindenki viszont kaphassa azt a visszajelzést, amire szerintem szükség van minden teljesítmény eléréséhez. Mindemellett azt gondolom, hogy a kulcs azért leginkább a testnevelő tanárok kezében van, és az egyes oktatási intézményeknek ebben nagyon nagy szerepük van. Abszolút, egyrészt ugye a testnevelőkre, akikre lényegében épül a megyei diák sportélet is, hiszen ők azok, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak a diákokkal, a leendő sportolókkal, vagy azokkal, akik még egyszer mondom, csak az egészséges életmód miatt szeretnének a sporttal találkozni. Ők azok, akik át tudják adni azt a tudást, azt a szakmai tudást, ami szükséges ahhoz, hogy valóban kockázatmentesen is tényleg az egészség javára lehessen sportolni. Hál' Istennek nagyon sok testnevelő van, aki bekapcsolódik a diák sportéletbe, a megyei diák sportéletbe, másképpen nem is lehetne ezt a 11 ezer gyereket elérni, de a testnevelők mellett azért mindenképpen kiemelném azokat az aktívákat is, akik nem a pedagógusok közül kerülnek ki legtöbbször, hanem olyan aktív emberek a településeken, közösségekben, akik akarnak és tesznek is azért, hogy a diák sportélet az a saját közösségünkben, ez egy valóban egy élő és egy működő történet legyen. Nagyon sok infrastruktúrális fejlesztésről számoltunk be itt az anyagban is. Hogy állunk az iskolai tornatermek állapotával? Én úgy gondolom, hogy ott is nagyon komoly előrelépések történtek az elmúlt időszakban, és itt nem csak a városi iskolai tornatermeket említeném meg, hanem a kis települési iskolai tornatermeket is. Erre is volt külön pályázati felhívás, több is, ahol lehetett ezeknek a korszerűsítésére forrásokat elnyerni, és nagyon sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Nem olyan régen például Urán, Csenger mellett egy kis településen voltunk, ahol egy új tornaterem lett átadva a helyiek részére, és ezek tényleg olyan fejlesztések, amelyekre nagy szükség van, mert tényleg a legfontosabb cél az, hogy mindenkinek biztosítva legyen a sportolás lehetősége, és itt nem lehet külön választani azt, hogy valaki városon lakik, vagy valaki kis településen. Az én véleményem az, hogy mindenkinek ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani elérhető távolságon belül, és ezért a kormány, a magyar kormány nagyon sokat tett az elmúlt időszakban, úgyhogy mint sporttal foglalkozó ember, én csak köszönni tudom a kormánynak ezúton is ezt a komoly befektetést. Itt a megyében mely települések számítanak a diáksport fellegvárainak? No, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sok olyan település van, akik komoly eredményeket értek el, de természetesen Nyíregyházát mindenképpen ki kell emelnünk, hiszen itt pont a díjátadón beszélgettünk arról Kósa Árpáddal, hogy nem igazán létezik nyíregyházi diáksport, megyei diáksport nélkül, és ezt ugyanezt elmondhatjuk mi is, tehát a megyei diáksport sem létezne Nyíregyháza diáksportja nélkül, úgyhogy ez a kettő nagyon szorosan összefügg, és a nyíregyházi diákok nagyon komoly eredményeket érnek el a diáksportnak sok-sok területén. Persze ehhez látni kell azt is, hogy nem csak Nyíregyházán élő diákokról van szó, hiszen az iskolában azért vidékről is nagyon sokan kerülnek, úgyhogy ezért nehéz kiemelni egy-egy települést vagy egy-egy várost. De például, hogyha egyet mégis kiemelhetek Nyíregyházán kívül, akkor például a vásárosnaményi úszókat én mindenképpen megemlíteném, akik abból a szempontból nehezebb helyzetben vannak, hogy ott a környéken nincsen például 50 méteres medence, és itt 16 és 25 méteres medencébe gyakorolva érnek el olyan sikereket országos szinten is, amelyekre azt hiszem, hogy nyugodtan lehetünk büszkék. És ahogy az összeállításban is szóba került, az országos döntőn, amely itt Nyíregyházán került megrendezésre ebbe az évben, nagyon komoly sikert értünk el, hiszen a röplabdás lányok megnyerték az országos döntőt, és ezzel jogosultá váltak arra, hogy képviseljék országhatáron túl is majd a magyar színeket. Ez egy valóban egy nagy büszkeség, és egy nagyon komoly sportteljesítmény.
És hogyha már az országos döntők szóba kerültek, akkor azt azért megemlíteném, hogy két olyan országos döntő is volt ebbe az évbe, amelyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapott meg. Ez egy nagyon komoly elismerés, egy nagyon komoly szakmai elismerés, és amellett, hogy egy nagyon nagy kihívás volt, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mind a két döntőt olyan szakmai színvonalon sikerült megvalósítani, hogy abszolút csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ami a legfontosabb, hogy nem csak a felkészítő tanároktól, hanem ugyanúgy szülőktől és a diákoktól is, ami azt hiszem, hogy a legfontosabb mérce ebben a szakágban. Vannak-e a Megyei Diáksport Egyesületnek saját rendezésű sportversenyei, hiszen említette, hogy mennyire fontos a diákoknak, hogy visszajelzéseket kapjanak az ő teljesítményükről? Igen, igen. Hát ugye maga a versenyszervezés az abszolút a Megyei Diáksport Egyesületnek a fennhatósága és a feladatköre, tehát mind a megyei selejtezők, a megyei elődöntők, a megyei döntők, és azok mind-mind a mi szervezésünkbe valósulnak meg, természetesen a kollégákkal együttműködve, de emellett folyamatosan pályázunk országos elődöntőkre, országos döntőkre is. A tavalyi évben 6 országos elődöntőt tudtunk megszervezni itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és mint említettem, 2 országos döntőt, nem szeretnénk ebből alábbadni az elkövetkezendőkben sem. Bízunk benne, hogy azért sok-sok olyan országos döntőnek tudunk helyet adni majd itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, több településen is természetesen, amelyekre aztán büszkén tudunk visszatekinteni majd a későbbiekben. Mennyire tud a Megyei Diáksport utánpótlás bázisa lenni az élsportnak? Hát ez bizonyítják a számok, illetve azok a díjak és elismerések, amelyeket akár a Nyíregyháza Városi Sportgálán, vagy akár a Megyei Sportgálán átadhattunk. Nagyon sok olyan élsportban is sikeres versenyzővel találkozhattunk ezeken a díjátadókon, akik bizony mind-mind diák sportolóként, diák olimpikonként kezdték, és hát bízunk benne, hogy ez a szám a későbbiekben csak növekedni fog. Mik a jövőre vonatkozó tervek? Vannak-e olyan sportágak, amiket szeretnének egy kicsit felhúzni az élsportok sorában? Hát mindenképpen igyekszünk a lehető legtöbb sportágat egy picit legalábbis színvonalába emelni a különböző versenyeken. A jövőbeli tervekről annyit mondanék, és ez talán több is, mint terv, hogyha ezt itt meg lehet említeni, hogy sikeresen pályáztunk egy újabb országos döntőre, amely a jövő év tavaszán, illetve nyár elején lesz majd megrendezve Nyíregyházán és Kisvárdán. Ez 1200 gyereket érint majd, ez egy összevont labdajátékok országos döntő lesz, és hát ez egy még nagyobb falat, mint amit eddig lebonyolítottunk, hiszen 1200 gyereknek a szállását, a versenyeztetését, az étkezését biztosítani egy hosszú hétvége alatt azért ez egy komoly logisztikai feladat, de bízunk benne, hogy ez az országos döntő is majd egy nagyon sikeres döntő lesz, és sokan fognak majd visszatérni, mert azért ezt is szeretnénk természetesen elérni, hogy aki ide eljön az ország bármelyik pontjáról, az azért a későbbiekben, hogyha nem is mint sportoló, hanem mint turista visszajön, azt hiszem, hogy már egy nagyon komoly előrelépést tudtunk véghez vinni, és hát bízunk benne, hogy természetesen sportsikerek is majd maradandóak lesznek. Legyen így, Baracsi Endre, köszönjük, hogy a vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen.